A jövőben hogy tudna a megye Mordának is segíteni. 2020 májusában a Tolna megyei közgyűlés elindította a Tolna 109 elnevezésű projektjét, aminek célja az, hogy egyforma figyelmet kapjanak a megye települései létszámtól függetlenül. Orbán Attila, közgyűlés alelnöke elhatározta, hogy saját tapasztalatot szerez, és körbejárja mind a 109 települést, hogy felmérje, milyen fejlesztésekre lenne szükségük. Mivel minden polgármester több mindent szeretne fejleszteni a településén, így egy fontossági sorrendet kell felállítaniuk. Az elsőleges célunk itt a belterületi csapadékvíz elvezetése lenne. Mi itt egy vőtelepülés vagyunk, és a nagy esőzések következtében itt a murgai ároknál sok probléma volt, illetve kiöntött az árok, és itt a nagyon szép kis központunkat itt elárasztotta. Murga polgármestere azt mondja, a Tolna megyei közgyűlés mindent megtesz, hogy a megye legkisebb településének is jusson a toppos pályázatokból és fejlesztési lehetőségekből. Elmondta, hogy ígéretet kapott, ha megjelennek a pályázatok, minden segítséget megkap majd, hogy a megpályázott támogatást elnyerhessék. Több projektet is megvalósítottak már a terület és településfejlesztési operatív programon belül. Sok csapadékvízelvezetési problémát oldottak meg, úthálózatot, kerékpárutat építettek, fejlesztettek. Mindig azt kell mérlegelnünk és meglátnunk, hogy ne járjanak úgy a települések, hogy akinek van, annak még több adatik, és akinek nincs, az is elvétetik, mondta Orbán Attila. Egy kicsit a méltányosság és az igazságosság talaján is kell mozogjunk, de ezt csak akkor látjuk tényleg, hogyha végigmegyünk a településeken, és mind a 109 településnek megismerjük a helyzetét és a lehetőségét. A megye látóteréből egyetlen település sem eshet ki, mind értéket képvisel és szerepe van a megye sorsának alakulásában. Ezt a szállat akarja a Tolna megyei közgyűlés a Tolna 109 nevű projekttel rövidebbre húzni, hogy a települések közelebb kerüljenek egymáshoz, már-már testvéri kapcsolatot ápoljanak. Az előző fejlesztési ciklusban több milliárd forintnyi támogatást nyertek a terület és település fejlesztési operatív programból. Remélik, hogy most is több települést tudnak majd támogatni az elnyert pályázati összegekből.